Ezen a standon néhány hétig még kereshetik a törzsvásárlók a kézzel készített virágcsokrokat, dísztárgyakat. Az egyes csarnokban árusító bérlő csak később költözik át a kinti sátorba. Már megszokták ugye itt a standomat, keresnek is, és hát a költözés az nem tudjuk, hogy még mikor fog lezajlani, de egyelőre maradok, de elfogadom a feltételeket, mert egy szebb vásárcsarnokba fogunk visszaköltözni. Az előkészítés fázisában csak apróbb munkákat végeznek el a vásárcsarnoknak ebben a részében. Ide bent most a kamerarendszert építik újra, az irodákat költöztetik át, illetve a helypénzszedőt, gombavizsgálót. Az egyes csarnoknak a fejrészét kiürítjük. A kettes csarnokból a zöldséggyümölcsárusok bejönnek az egyes csarnoknak a szabad asztalaira. Az iparcikkesek pedig a hármas csarnok, tehát a szabadtéri piacnak a helyszínén felállítandó sátrakba fognak költözni. A következő egy évben megújulnak a belső és külső árusító, illetve kiszolgáló helyek, a homlokzat is megszépül, korszerűsítik a gépészeti rendszert, és az akadálymentesítést is megoldják az 1,8 milliárd forintos beruházás keretében. Kint épül a sátor, csütörtöktől már itt várják a hátsó csarnok bérlői a vásárlókat. Az élet nem áll meg egy napra sem a piacon, folyamatosan nyitva tartanak, hangsúlyozza az igazgató. Napokon belül indul a felújítása a vásárcsarnoknak, ezért a kettes csarnokból, ami mögöttem látható, az árusokat átköltöztetjük a szabadtéri piacon felállítandó sátorba, de az iparcikkesek tudnak asztalt bérelni, megtörtént már a beosztásuk, mindenki kapott helyet. A felújítás ideje alatt a téli nyitvatartás marad érvényben egészen jövő tavaszig. A vásárlóknak érdemes arra tekintettel lenni, hogy a parkolóhelyek száma az építkezés miatt kevesebb lesz.